Megjött hozzánk Kassa TV. Ha bazi nagy jacuzziban nem található vagyok, keresd az ágyban, ahol szintén rohadt jó vagyok. Ha meghalnék, lesz bőven, amit majd rád hagyok. Ha nem mondtam volna még, rohadt nagy sztár vagyok. TV! TV! Kassa TV, Kassa TV. Peti. Figyelj, az, amikor elkezdted hívni a formát, ugye, mert benne álltam mellette, de én régen térdeltem le röhögéstől, de hogy elrögtett, fi, az büntető volt. Folyt a könnyem. De láttam, ti meg borultatok, meg mentetek ki a stúdió, és sírva röhögve mentetek ki. Ritkán ránt össze úgy a röhögés, hogy letérdeltem a röhögéstől konkrétan, tehát ilyen nyomorúságosan lukra futott ilyen álhívást én még nem láttam. Úgy nagyon béna volt. De aztán egy jó beszélgetés lett belőle. Született telefonbetyám. Hozzátennék, hogy jó beszélgetés született a te szempontodból, emberünk szerintem most zuhanyzik újra, hogy egy ilyen két-három szó beleizzadt. Kézzel, nekem nem úgy tűnt, mint aki egyébként értené, hogy valójában hogy mi a baj. Mi a bajunk ezzel. De egyébként ezért van egy ilyen magyarázó szervezet, aki elmagyarázza ilyenkor, az, aki nem érti, azt úgy hívják, hogy bíróság, és ott elmagyaráznak minden ilyet. Utána, annak én nem érti. Meg van egyébként, egy NAV, meg tudod, hogy sok. De hogy ami érdekes egyébként, csak neked közben próbáltam mondani, hogy például Magyarországon úgy gyártanak le lemezt, hanglemezt, hogy ez egy tanúsítvánnyal neked szerzőként oda kell menni, és a jogvédő hivatal ad egy tanúsítványt, hogy ezekért a dalakért tényleg te vagy a tulajdonos, és csak akkor nyomják le, tehát a gyártás nem végzik el, ő is megtehetné, hogy ha én nekem azt mondta, hogy ő írta, akkor legyártom, nem gyártja le, mert pontosan tudja, hogy ebből baja lesz. Tehát ha nekem eszembe jut 10 Linkin Park szám, és oda megyek legyártatni, akkor nem gyártja le, mert nem tudom felmutatni a tanúsítványt. Tehát ez többsebből végzik ez a dolog. Nem egyszer mentünk oda a bátyámmal Linkin Park CD-t gyártatni, nem sikerült. Valahogy sose adták ki. Pedig megmondom őszintén, hogy sokkal nagyobb volt rá az igény, mint tehát, hogy próbáltam, hogy mit gyártsunk a kaszára, nincs akkor régen, gyártsunk Linkin Parkot, de nem akarták legyártani, úgyhogy... Hát de gyorsan korrigáltatok, hogy oda mentetek például a sajtból van a holdal, akkor mondták, hogy nem, és akkor ebből az ezer hold és némi csillag. Nyilván, némi csillag, te szemétláda. De egyébként nekem is volt egy harcom, tehát hogyha most én a ti harcotokban osztozom, ti is osztozatok az enyémben. Jöttem befele az autópályán, és nagyon ritkán folyok bele én autós harcba. Ti belefolytok? Tehát, hogy persze. Harcoltok? Hát attól függ, mi a szituáció. Jön mögöttem az ember, full dugóben az M3-as bevezető, emberünk rákönyököl a Dudára. Dudál. Nyomja. De tudod, nem értem, hogy mi a terv, tehát hova? Belsősában ment, hogy menjél ki? De vagy? Nem lehetett sehova, tehát ez egybe állt az egész, egybe függő volt, állt az egész. Dudál. Sorolnék el előre, de nyomja tovább, látom, nyomja. Mondom, visszamegyek már mellé, mondom, hát ha autogramot akar, tudod? Tehát, hogy mondom, mi van, ha ízé, csak vagy tudod, hogy közös fotó, kiszállunk ott, lefotózkodunk együtt. És mutatja nekem a paraszt, telefonál, nincs bekötve, telefonál, és mutatja nekem, hogy menjé. Így mutatja. Figyelj, hova? Figyelj, elrobbant az agyam. Elment melletted, és közben mutatta, hogy te menjél. Mellémért? Nem, tényleg mellé mentem, hogy vajon mi volt. Tehát nem is, hát ugye alig haladt a sor, tehát egy mellémért, tehát és mutatta, hogy menj, így integet, hogy menjél már, csak azért dudált, hogy menjek. És álltam mellette, és én nem szoktam ilyet csinálni, elkezdtem nyomni a dudát, ugye előtte is állt a sor, elkezdtem nyomni a dudát, és mutattam neki, hogy te is menjél. Akkor előtte volt, vagy mellette? Mellette. Mutattam, hogy te is menjél. De menjél, mondta, hogy ne, és akkor telefonát nem vette, tehát direkt nem figyelt. De mondom, miért nem mész? Hát menjél. Úgy elrobbant az agyam, tudod, hogy ez most, tehát, hogy én nem szoktam ezen felhúzni magam, de igen, tényleg átköptem. Ha van egy közlekedési szituáció, amit nem tudsz értelmezni, és nem érted, hogy miért csinálja, az a legnehezebb, hogy nincs rá racionális magyarázat, mert ha a belső sávban mész, hogy dudál és siet, és azt akarod, hogy húzódj le, még megérted, egy piros lámpánál négyen állnak előtted, és ő furra nyomja a dudát, hogy te menjél, és így elengeded, és azon gondolkozol, hogy vajon mi történik. De ugye? Tehát nincs rá magyarázat, hogy hova jut. Annyira próbálod ilyenkor, tehát, hogy elengedni tudod, hogy szúszál, és akkor tudod, ne legyen. Nem mindig könnyű. De fiatal, hogy, tehát, hogyha le lett volna, húz az ablak, átköpök. Tehát, hogy tényleg, tehát ez a... Nem volt nálad valami, amivel be tudtad verni az ablakát? Hát így dobáltam, mert volt bal oldalt három darab Kassa TV CD, de az egy dobáltam, így... De tényleg, tehát, hogy ez a... És tudod, egy a pára, menjünk már. Tudod, én ilyenkor mindig azt szoktam mondani, osztha pisztoly van nála, meg hülye. Hát, akkor én meg előveszem a lézerkardomat, és a proton torpedómat. Ez levágod a bal kezét. A bal karját levágom. És én nagy darab, nagy terpjáros kopasz? Nem, verhetőnek tűnt. Azért mielőtt rákönyököltél a dudára, hogy most visszamegjelzek, azért megnézted, hogy jó, kicsi öreg idős, a kalapos 70 éves. Azért mondom egyébként, hogy általában ezekből szoktak lenni a legnagyobb problémák, amikor azt gondolod, hogy verhetőnek tűnik.
Jó, hát... Kiszállsz és izétől, de ez a sztereotípiák, hogy jó, akkor az erős, gyors és fürge és jó harcos, igen, a nagy darab kigyúrt kopasz tetovált, aztán kiszáll egy cingeléket, lerúgja a fejedet, ért, és ott pattogsz, és ma mégsem lehető, Manóka, hívd akárhányat. Ez a közlekedési szituáció, ahol a verekedés az annyira méltatlan egyébként, nagyon nehéz. Főleg, hogyha kiszállsz, és nagyon, az első ütésnél padlót fogsz, és ott így ízött, hogy reszket tudta föl. Akkor érdemes kiszállni, ha valóban mersz ütni, meg tudsz ütni. Egyébként igen, nem célszerű, mert azért kicsit ott valaki rutinosabb, és volt már három bunyója, és tudja, hogy mikor kell indítani azt a hátsó kezes, hogy pont belelépjél és elérje az állatot, az nem annyira jó. Tehát azt nagyon meg kell gondolni azért. Nem, tűnik túl masszívnak a gyerek. Szerintem erre... Csak megszel a kocsidomban. Manóka valahol van. A kvarelinak kezdtük tartani. Adjál már két szemet. Van ott két saridon is, adjál már ide. Iskelem is kocsolt vízzel a homlokkot. De az meg van, hogy a párom meg közben próbálna vigasztalni. Tudod, megkapnék egy ilyen állast, amit relatív könnyű eltalálni. És a párom így próbálna vigasztalni, hogy de közben annyira szépen, pedig olyan szépen felraktad a fedezéket. És olyan büszke voltam rád, olyan jól mozogtál. Hátsorább láfordult. Tudod, és az a legnyomorultabb, hogy közben elmegy melletted a sor, ami elkezd szaladni, letekérdezik, hogy ne hagyd magad, Tibi! Kejjél föl! Jó voltál tegnap a Risingban? És ha megszel vérző szájjal, tudod, éppen kaparod össze magad, a csajod az anyósülésen méltatlanul fogja a fejét, szóval jobb ebből kimarad. Jó, okosabbnak kell. Abban a pillanatban látnád az összes holdat, meg csillog. Lenne ezer hold, meg annyi csillag. Igen. Jó, mindegy, volt egy ilyen harcom, hogyha hallgatja az úr az adást, akkor annyi, hogy mennyi. Tehát én is ezt üzenem neki, de nem a ma reggeli kis utcai harcom az, ami ma reggel böki a csőröm. Ami böki a csőrömet. Egy rovat a Morning Show-ban, ahol felszínre kerülnek azok a dolgok, amik leginkább irritálják hallgatóinkat. Mint például... Kassa Tibi. Jó, és esetleg valami más? Nem Kassa Tibi. Ami böki a csőrömet. Egy rovat azoknak, akiket Kassa Tibin kívül valami más is idegesít. Ami böki a csőrömet. Mert higgyétek el, nincs, amiben ne tudnánk beleverni a csúfot. Adjál neki, Tibi! És valahol a Tibi fölharcolt produkál! Tibi, folyj! Kopog le! Minden a földön dől le! Nehogy felkelj! Tibi, kopog le! Még javulhatsz, Tibi, javulhatsz! Lábkulcs! Mindjárt végig. Mind a csőrödet. Régóta kerülgetek egy témát, amit be akartam nektek hozni, és most valahogy úgy jött ki a lépés, hogy akkor ennek ma lett a napja. Hogy nagyon nagy szolidaritás van, ugye, hogyha bárki egy picikét túl... A végére maradt a reszli, vagy mi? Ha valaki egy picikét, a nyaralás során jött, ez most már nagyon elő bennem, és azért akartam egy picit erről veletek beszélni, hogy ha valaki kicsit túlsúlyos, vagy egy picit húsosabb, vagy nem tudom, olyan, mint akár én, vagy a Feri, vagy nem tudom. De ne, az nyilván, vagy bele ebben. Úgy értem, olyan, mint a Feri. Vagy te. Vagy mint a Feri. Akkor nyilván elvárjuk, hogy minket ne dagatozzanak, ugye? Tehát nem legyen ez, hogy molett, vagy dagat, vagy nem tudom, izéme, hogy nem áll, meg nem, meg nem, ugye, nem mondjuk. Hogy viselem, pont nem is ez lesz a lényeg, amit a dologból ki akarok hozni. Ezzel már szembe ki van nevelve egy ilyen együttérzés, hogy figyeljünk egymásra, meg nem áll, meg biztos pajzsmirigy, meg biztos hormon, meg nem tudom, tehát hogy nem bántunk senkit. És van a másik oldal, aki akár az én párom, vagy akár a Viki is, aki egy vékony alkatú ember, eszi, tehát ehet reggeltől estig túrócsúszát, akkor is vékony. És nekem halálosan tele vagyok azokkal a kommentekkel, amit gyakorlatilag ott tartunk, hogy a párommal már alig merünk föltenni közös képet, vagy már figyelni kell rá, hogy kövérnek tűnjön rajta, vagy nem tudom, mert abban a pillanatban egy csontját meglátják a páromnak, abban a pillanatban indul a csontpálcika, az anorexiás, a gebe, és ott ül egy halálegészséges fiatal lány, aki azon reszket, és próbál ilyen másfél adagokat tenni mindenből már, hogy ne bántsák őt azért, hogy sovány. És ez halálosan így van, egyébként aki sovány, és aki alkatilag sovány, vagy ilyen a családja, azt tudja, hogy miről beszélek, hogy ez ugyanakkor a teher, mint hogyha valaki egyébként túlsúlya a külsőt, sőt, szerintem még bizonyos értelme nagyobb is, mert próbál lenni, és nem, tehát, hogy hát ennyi. Mm. Egész családja vékony, és én a páromon látom, hogy borzasztóan bántja. Ez csak irítség egyébként. De igen, ez irítség, de látom például az én kedvesem, nincs, biztos, hogy rengeteg példa van a hallgatók között, és ez borzasztóan bánt, és ugye most a marhaságot nem teszem hozzá, hogy ilyenkor jön az, hogy adjál már enni ennek a lánynak. Medd el előle. Adjál már enni ennek a lánynak, meg ne, így van, biztos elleszed előle a kaját. Tehát, hogy látják engem, hogy így megyek a svéd asztalon, mint az ipari porszív, és hogy jön utána ez a biztos elleszed előle a kaját, ez ezért, mert egyszerre kettőt bánt meg. Ez az a jó dolog. Igen, nem tudom. Mindenki. De hogy rúgjunk a tibibet, oda, hogy rúgjunk a soványba. Biztos elleszed előle egy ilyenkor tudod, mi kell csinálni. Lendülettel kettőt. Rögtön elmész, vagy átmész annak az oldalára, és megnézed, hogy kírja, és abban a pillanatban minden tiszta. Hát igen, csak minden tiszta. És nem is kell rá válaszolni, mert látod, hogy ki és miért írja ezt. Igen, csak én látom,
azon látod, akit bánt. Tehát, hogy aki ott ül, és akkor ott próbál egy minden ebéd után még beküldeni egy csokit, hogy hát, ha akkor majd ugye. Tehát, hogy ő próbál megfelelni valaminek, aminek nem kell megfelelni, az egész családja vékony. Tehát vannak alkatilag ilyen emberek, és anorexiás, nem szép, meg már csontos. Tehát, hogy most érted, mit csinálj? Szeretnének sokan olyan csontosak lenni, mint ő. Abszolút, csak hogy egy kicsit erről a jelenségről akartam beszélni, azok nevében, engem távolról nem érint, csak hogy annyiból érint, ugye nyilván, hogy, hát hogy a párom az. A geveség nem. hogy Vikinél, mondjuk a Viki ezek mellett elszalad, gondolom. De mert ő is egy nagyon vékony. Nem, ő megöli azt, aki ilyet írt a mennyben, tehát hogy nincs ilyesmi. Hát hogy ez annyira nem zavarja, vagy hát ő nem is nagyon tölt. Tehát hogy neki nincs fórum, ahol róla azt megírják. Tehát ő nem is nagyon közszereplő, nem is nagyon szerepel így, tudod, tehát hogy ő nem is nagyon kap. Ha egy-egy cikkben néha megjelenünk valahol együtt, és utána alá kommentelik, akkor igen, de nagyon nem felülete azért az, hogy kapjon, vagy nem szoktak neki ez ilyeneket beírogatni, hogyha írnak, ezen egy átlép, vagy ez valahogy nem érdekli igazából. De jogos, hogy ez valakinek rosszul esik, igen. Hát igen, engem mindig felháborít, amikor a Ferit gebézik. Akkor komolyan mondom, én mindig odaírom, kikérem magamnak, most tettem meg egy kiló zsírszalonnát, hogy továbbra is. Az elfogadás az, ami nagy barátunk. Nem, mert azt gondolom, hogy ilyenkor visszadagatozni, meg arról meg már mindenki tudja, hogy nem elegáns. Ugye? Tehát, hogy ezt hát moderált ki, ugye, moderált ki, moderált egy perc alatt. Amikor első betűjén az én szia, Tibi, csak ajtok. Tibi, csak jelezni szeretem, hogy tegnap jó volt az. Ne! Csak azt akarom. Ne, az, hogy én mindig el szoktam mondani. Azért te moderálod az oldalon, de hát tessék akcióba lendülni. Rém egyszerű egyébként. Tehát mindig el szoktam mondani, az én oldalom az nem az egyetemes igazság oldala. Tehát az a Kassa Tibor rajongói oldal, oda el lehet jönni rajongani, azt amúgy meg mindenki egyébként ott mondja el a véleményt, hogy szabad országban akarja. Ez egy jó téma lehet, hogy egyszer van egy oldalad, azt moderálod, vagy nem moderálod. Ez egy érdekes dolog. Nálam ilyen egyszerű, kiírom, hogy fehér valaki azt, hogy szerintem fekete. És már megy a katapult. De haragudj, Tibi, nem jól látsz fekete. Nekem lenne Facebook oldalam, nem akarom olyan elvinni más irányba, én biztos, hogy nem moderálnám, csak azokat, amiket már valójában kell. Tehát olyan szót tartalmaz, az anyádat szígye, tehát van az a szint, amit már mindenféleképpen, de egyébként hagynám, hadd menjen. Na, tehát egyszer, menjen. Tehát, egyszer hogy... behozom nektek, van olyan, hogy csúnya szó filter, nem akarom most ebbe elvinni, egyszer behozom neked a csúnya szó filtert, hogy a mi kis nyelvünk milyen. 3 A4-es lapnyi ragozott káromkodás van már nálam kitiltva. És minden nap van még valami újdonság. Tehát, hogy a mi nyelvünk a trágárságban valami olyan választékos, hogy belehalsz. Tehát mondom, 5 A4-es lapnyi trágárság van nálam kitiltva, tehát ilyen tiltó szóba, és én mindig találok. De ugyanakkor, hogy visszatér egy picit a témára, azért legyünk őszinték. Tehát, hogy most és akkor ne a barátnődről beszéljünk, hanem beszéljünk róla. Most két dolgot tehetsz, vagy kétféle álláspont van. Vagy az egyik az, hogy téged ez ténylegesen zavar, és nem akkor van alapja. Nem. Most rólad beszélek. Tehát, hogyha téged ez a dolog zavar, akkor vagy egy elfogadod és röhögsz veled, és nem érdekel, hogy mit írkálnak, és hogy kik írkálnak, vagy pedig teszel ellene. Mert zavar ténylegesen. Hát, lelki folyamatot kell megérteni, hogy zavarni csak azt tud, amit írnak neked, ha téged is zavar magaddal kapcsolatban. Nem igazán. Szerintem, tehát, hogy szerintem ez nagyon így van. Ez ilyen mondjuk, hogy vannak ilyen, most az a baj, nehéz, mert nem vagyok ilyen alkatú. Engem nem zavar, engem dagadkozhatsz. Elbeszéltek egymás mellett. Így van, Jani már azt mondja, hogy mi van, ha rólad írják. Igen, a barátnő szerintem teljesen más tészta, mert egyébként ő úgy csinos, ahogy van, nincs is vele semmi gondot, leginkább az irítség az, ami dominál az ilyen beírásoknál szerintem. Abszolút. De mondjuk mi a helyzet például veled, amikor mondjuk téged ledagatoznak, téged ez azért zavar, mert te is kövérnek, vagy túlsúlyosnak tartod magad, vagy pedig csak egyszerűen azért, mert hogy mondjuk a környezetedben valakinek ez rosszul esik. Mindenkinek mondom, aki engem ledagatoz, hogy egyébként az én képen abszolút reális magammal szemben, és szerintem tök rendben vagyok. Na, úgyhogy várom az ítéletet, Balázs, Szépen kibújtál a válasz elől egyébként. Nem érdekel. Jó, nem akarom is nagyon komolykodni. Igen, tehát hogy figyelj, nem tudom, hogy mi az ítélet. Hát én ezt nagyon, az egész Facebookot, meg az egész kommentelést, meg az egész, én nagyon-nagyon-nagyon-nagyon máshogy látom. Érdekes a jelenség, csak nagyon nem szabadna egyébként egyik Facebook használónak se a kommentek alapján összerakni az ő saját önképét, önértékelését, sőt odáig megyek, hogy nem szabadna, hogy egy percnyi rossz gondolatot, jó, rossz érzést, Balázs, okozzon neked csak ez a azért, dolog. Mert nagyon a Facebookra ráúsztad. Megállt a múltkor a párom mellett, csak hogy kinyitom neked, hogy ez hogy van. Megállt a párom mellett a múltkor az Aréna plázában, konkrétan egy autó, elment mellette, és kiordibált, nem emlékszem, mi volt a gyógyszernek a neve, és egy olyan, és csikorgófék kiordított az ablakon egy táplálék kiegészítőnek a nevét, amivel lehet hízni, majd teligáz is tovább ment. Jó, de hát ez egy ilyenkor mindig magamnak? Tudod, mit kell ilyenkor mindig megérteni? Azok az emberek, akik, és most egy nagyon, nagyon túl, lehet, hogy neked egy kicsit túl mély lesz,
Te szemétláda. Ja, azok az emberek, akik neked kiordítanak valamit, azért nem szabad és nem fontos magadra venned, mert te úgy működsz, hogy ő meglátod benned valamit, ami tulajdonképpen ő saját magád zavarja. Tehát te vagy a tükör. Érted ezt a dolgot? És ha párodnak kiordítanak valamit, hogy ő vékony és szedjen táplálékkiegészítőt, akkor ő az adott pillanatban nem csinált más, mint annak az adott embernek, aki kiordított neki, tartott egy olyan tükröt, ami ő saját magát érezte valamivel rossznak, és bele kellett, hogy kössön a párodra. És ezt megérti, akkor azt mondja, hogy jó van, megint egy hülye, aki nem elégedett magával. Nem szól be másért, mint hogy valami egyébként irritálja. Azt hiszed, hogy a párodban, de egyébként valójában önmagában. Tehát, hogy... Függetlenül azt gondolom, hogy ezekbe így belefolyni, és rúgdosni egymást szerintem... Igazad van, hogyha... hogy nem. De most a párod emiatt kikészül? Nem tudna kiborulni, ha valaki... Őt nagyon bántja. Ez mindenki más, hogy mindenki máshogy van felvértezve ilyen... Mindenki máshogy van felvértezve ilyen dolgok ellen, őt nagyon bántja. És amikor látom rajta, hogy próbál... Na de ezt akarom megérteni, csak akkor tud igazán bántani, ha... azon kell dolgoznod, és azt kell észrevenned, hogy ezek a kommentek bántanak, akkor van egy labilis önértékelés. Mert akkor nem bánt, tőlem... ha lepereg rólad, mert van egy jó, tiszta, egészséges önképet, nem tud bántani. Mindig azt fáj, vedd észre, amikor van benne egy kicsi igazság. Tőlem 200 vagy te is úgy gondolod magadra. Tőlem 200-szor hallja, hogy úgy jó, ahogy van. Tehát, hogy, és azt gondolom, hogy egyébként, nézd, amit 100-szor, 150-szer, 200-szor leírnak, minden második sorban gebézik az embert, az nyilván nem jó, tehát hogy nyilván el lehet menni fölött, hogy ezeket nyilván bántja, kivágod, egyébként? Bántja az embert. Hogy ne, hát nálam a gebben már benne van a tiltószóba. És ha beírom kommentbe, akkor... Írd be, hogy vékony, büdös életben nem jelenik meg. Figyelj, Tibi, hidd el, és ezt nyugodtan megmondhatod neki, hogy én üzenem, hogy ne legyenek komplexus egy olyan nőnek, akinek ilyen pasia van. Szépen jött ki, de szép volt. Én nem tudom, hogy lehet-e jót csinálni a kommentelőknek. Tehát nem tudom, hogy tudsz, ha kiraksz egy nyaralós képet, abba kötnek bele, ha lefotózod magad az ajtód mellett, vagy az a házad mellett, vagy a kocsinál, abba kötnek bele. Ja, mert azért ez egy elég széles paletta, azért van rengeteg ember, normális vannak normális emberek, de azért a kommentek sokszor erről szólnak. Vannak aztán persze pozitív, főleg egy rajongói oldalon. Nem? Ez a böki, ez most nekem részemről a két oldalú elfogadásról szólt, hogyha elfogadtuk, hogy van plusz size modell, van izé molett, meg erős csontozatú, ne bántsuk, meg izé, meg pajzsmirigy, meg hormon, meg mindenki minden izé van, és elfogadjuk, akkor hogyha véletlen valaki egyen vékonyabb, és nem tudom, akkor ott is legyen egy elfogadás. Részem ez erről szól. Én vagy kitenném, és akkor nem bántana, vagy nem tenném ki. Tehát pont rossz az, hogy ki is teszem, de bánt is. Az a legrosszabb. Tehát, hogyha én üzemeltetnék egyet, akkor vagy azt mondanám, hogy én nem teszem ki, és nem. Vagy kiteszem, akkor viszont nem veszem a fáradtságot, hogy rosszul esen. Tehát ezt kell minden Facebookozónak megérteni, hogy kiteszem, de ugyanakkor rosszul is esik, az a legnagyobb csapda. Ez nem csak a Facebookról szól. Tehát ez most csak a Facebookból vezettem föl, de azért mondom, azért hoztam konkrét egy ilyen személyes példát. Most vagy sokáig rágódni azért egy-egy beíráson, kommenten. Tehát akkor vagy nem teszem ki, vagy nem hagyom, hogy bántson. A jogtalan bántás egy áll arc mögé rejtve, tudod? De érdekes a téma, jó téma ez. A Tibit zavarja az, hogyha ledagadtozzák. Most ehhez képest, és ezt elmondhatjuk, mert nyilvános az oldalod, felraksz egy csomó ilyen idézőjelben zsírégető kajás. Hogy hívják ott, hogy most ezt teszed, most azt teszed, most 2 kilót fogytál, most 3 kilót fogytál, hogyha téged nem zavarna az, hogy ledagadtoznak, akkor minek kellene ilyen posztok? Ezek kvázi válaszok arra, hogy jó, oké, egy kicsit elszaladt talán a súlyom, de látjátok, hogy mennyit tenni nekem azért, hogy legyen. Sokkal összetettebb kérdés, van egy együttműködésem egy céggel. Tehát, hogy... Ja, hosszú évek óta a legjobb témát hozta pedig. Szóval én ezért gyűlölöm ezt az egész világot. Ezt az egész világot gyűlölöd? Nem, ezt az egész Facebookos... Nem sok szeletét hagytad meg a világnak. Tudjátok mit? Aha. Gyűlölöm az egész világot. Nem, ezt az egész kommentelős, celebes, kirakós képen. Egyrészt arctalanul bántanak. 2, nem tudják, hogy mit okoznak. 3, arctalanul, név nélkül, egy kamufotóval, vagy nem kamufotóval bántani valakit mindig a legkönnyebb. Oda menni, belemondani a szemembe sokkal nehezebb. Szóval, hogy ez egy, és hány ember valójában emészti magát azon, hogy őt közben bántják, és milyen rossz önértékelést ad, hogy neked el tudja szúrni egy fél napodat, hogy neked beszóltak a saját oldaladon. Hát mi a fenének van az embernek saját oldala, ha fél órát rágódik, hogy moderáljam, nem moderáljam. Mennyi energiát elvisz, mennyi fölösleges önképzavart okoz ez az egész, ahelyett, hogy tudnál foglalkozni azzal, ami valójában
van a világban, olyan hülye emberek, irigy emberek, rossz indulatú emberek kommentjein kapsz egyébként nagy görcsöt, emészted magad, és veszel súlyos, fontos éveket a saját életedből, vagy a párod életéből, vagy minden celeb életéből. Tehát én ezért tartom ezt óriási csapdának. Meg dumáljunk róla. Tehát, hogyha valakinek ez a véleménye, nem tud odajönni, nem is fog. Ez a jöjjön, beszéljük meg, de ezt senki de nem vállalja nem arról egyébként. Szó. Senki nem vállalja azt, hogy szemtől szemben, de részben arról szól, mert azt mondod te is, hogy szemtől szemben nem vállalja a véleményét. Nincs is lehetőség, nem is tudja ez gyáva is. Persze. Hosszú évek óta senki nem jött oda hozzám az utcán, hogy na, mi van törpe, meg mi van, hogy hívják, oldal kocsi, meg mi van, hogy... Senki nem ilyen mondogatnak ilyeneket, gyertek oda, beszéljük meg, és akkor hogy hívják, épész érvek, de francokat nem, pont nem ez, hanem hogy tényleg, akkor dumáljunk róla, ha ezt titeket ennyire zavar, hogy így gondoljátok, és majd elmondom én is a véleményemet róla. Én találkoztam egyiket olyan riporterrel, vagy nem tudom ki volt, valami rendezvényen voltam, és elmondta, hogy Úristen, téged milyen rohadtul nem bírtalak, és mondom, és elkezdtem vele beszélgetni, és halál rossz fej volt egyébként, és elkezdtem beszélgetni, hogy mi volt, hogy mit láttál, tehát lehet, hogy ez egy olyan periódusom, hogy tényleg rossz fej voltam, vagy ugye rossz hiperaktív elmisettem. Nem, csak kíváncsi voltam, tehát végig akartam hallgatni, mert pontosan ezek azok az emberek, akik utálom a folytonám egy kanálvízbe, és meg akartam hallgatni, és mondd el, hogy mi volt, lehet, hogy pont olyan megnyilvánulásom volt, hogy most már én is szégyellem, vagy már ezen túlléptem, mert nem ilyen vagyok. Ha már nem emlékszem, de rohadt utáltalak, és de ott álltam szemtől szembe kvázi egy ilyen kommentelő, egy ilyen gyűlölet harcossal, és nem igazán tudott. Tehát, hogy ő ezt eldöntötte, hogy régen nem szeret, azt akkor ott álltam előtte halál normálisan, és akkor se szeretett. Tehát, hogy azokra már nem emlékszik, de a gyűlölet. Valami régebben megharagudott, azt úgy maradt. Tehát, hogy vannak ilyenek. Óriási önámítás egyébként ez az nem? Egész. Igen. Amit csináltok. Már hogy ezzel de tényleg, tehát, hogy minden, a celeb nők is, hogy lefogynak és föltesznek egy képet. Gondolod, miféle zavart önértékelés az, hogy nekem a rajongó táboromnak meg kell, hogy erősítse, mert nincs elég önképem, vagy nekem kell 120 komment, hogy valójában jól nézek ki, mert megyek egy diátadóra. Vagy lefogyok 5 kilót, és posztolom. Mit csinálok? Nem csinálok mást, mint egyébként megmutatom, és elolvasom a kommenteket, és a kommentek alapján teszem össze a saját önértékelésemet. Hát, ha én tudom bocsánat. Magamról, hogy jól nézek ki, tudom, nekem nincs szükségem arra, hogy 26 Marika 42-n beírja, hogy de csoda szép vagy. És ha nem írja be, kicsit szomorú vagyok, esetleg, ha bár még rossz kedv is, tehát tulajdonképpen külső tényezőkből teszem nem. Össze a saját önértékelésemet. Mekkora önámítás? Ez egy óriási önámítás. Nem, ez egy összetett, egy icipicit szerintem árnyaltabb a kép csak abban a szempontból, hogy nincsen mindenkinek egyébként egy olyan fórum, ahol véleményt tud formálni, és hogyha van esetleg egy 2-300 ezeres nagy Facebook oldalad, ott azért te tudod építeni magad, kicsit átadni akár meg a szemléletedből, az életutatból, marketingelni magadat. Ebből a szempontból persze, nyilván én nem erre gondolok, én arra gondolok, hogy lefogy 2 kilót, kirak egy képet, hogy most milyen sovány, és akkor utána szomorú, hogy nem dicsérik elegen, vagy elsírja magát, és 3 napig zokog, mert az megint a hülye felhasználó, érted? Tehát, hogy ez megint a személyed, de ez személyfüggő, hogy te egyáltalán elolvasod-e a kommenteket, hogy ezt rakod neki, hogy elolvasod, nézzétek, elolvasod. A saját oldaladon szerintem elolvasod, persze. Megnézzük, persze. De hogy az meg... Hát most fejből tudnál mondani 10-et a legutóbbiak közül. Nem, hogy fejből... Elolvasod a saját, persze, hogy elolvasod. Az összeset tudom. De hogy például, amikor én elkezdtem a futást nyomni tavaly, az például marha jó volt, hogy egy csomó megáll, hogy mivel futsz, hogy csinálod. A lábbal. Lábbal, meg a kis alkalmazása. Hogy ezt azóta 1 millióan kérték el tőlem, hogy mit használtam. Az jó. És azt mondtam, az de most jó. Nyilván persze van a praktikus oldalai cégek, csak persze, tehát egy csomó minden meg tudsz használni, de egyébként nem tudsz. De Kassa Tibi most cégként van fönt ezen a honlapon. Most tökre érdekelne, Feri, hogy milyen appal nem futsz most. Most nem, ebben igazod, nem ebben a hidegben én nem megyek ki. Nem milyen alapon? Milyen alapon? Milyen alapon? Kezdesz visszahívni. Nem nagyon volt még, hogy a csörbökés volt a vége, de akkor félve kérdezem, hogy hozz egy ítéletet Balázsom, és hogy jogos a taps és Rika egyben. 3-as szintű, na. Abszolút indokolt csörbökés. Mindannyian fejet hajtunk napságod előtt. Tibi a király. Igen. Tudod, mi a szomorú? Hogy azt hiszem, hogy a 3-as az a nem adja meg. És itt ültem, hogy nem emlékeztem, olyan rég hogy volt. Se, olyan most se. Mert mindig 2-es van, és nem emlékeztem, hogy melyik az, amikor megvan adva. Az 1-es vagy a 3-as? Igen. 1-es vagy 3-as. Kicsit én is filoztam, hogy 1-es, 3-as. Jaj, és akkor most ilyenkor kérdezem meg, hogy félve, hogy az egész reggeli közreműködésért és a reggeli átköpésért jogos-e a taps és a sikor. Adjuk. Én megmondom őszintén, szeretem, ha kicsit komolyabb témát hozol, még ha nem is volt tudatos. Tehát, hogy szeretem, hogy nem mindig fél óráig esztelül ha-ha-hu-hu, hanem beszélgetünk néha komoly dolgokról. Jövő. És a jelenlétedben ez nem mindig könnyű, de hogy én szeretem, hogy néha hozol olyan dolgokat, amik már-már elgondolkodtatnak. Megvan a jövő. Már-már gondolkodások késztetnek. Megvan a jövő témám, abszolút. Hamvasztás vagy nem hamvasztás. Jövő hétre meg is vagyok. Király voltál, de aztán csak óvatosan a búgonyával szétdálta is a buténnál. Magyar hangok. Sebestyén Balázs.
Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim, ez a Morning Show. Olyan, mint a Boomerang, csak ez van. Klassz FM-en.